Na nézzük a sztorit. Álmodik a cselló, azt mondja. Délia! Tep-tep. Ablakon. Ablakon kopogtatás. Egy kígyó az. Délia! Mi az? Mr. Jake? Látni akar? Mr. Jake? Visszatért! Mondja a kígyó. Mr. Jake-nek. Megyek a WWE-be, srácok! Hallottuk, és nagyon is aggódunk miatta, Billy. Sok ideje edzünk már tégedet a kígyók módjára. Tudni akarom, hogy készen állsz. Hogyha most összefogunk, tehát küzdeni fogunk egy ketrecben, ha te nyersz, megkapod az áldásomat. Ezt mondja az úr. Úgyhogy, hát akkor le kell győznöm konkrétan a mesteremet, ladies and gentlemen. Jake Roberts, amúgy tényleg, most így mondjuk, Jake Roberts, ez tényleg egy olyan pankrátor volt, aki kígyó Jake the Snake Robertsnek becézték, mert hogy miután győzött, mindig fogta és egy kígyót eresztett ki a zsákból, amit magával hozott mindenhova a vesztesre. Meg izé volt neki, Cabra Catch volt a kivégzésem, egy ilyen folytó feladófogás volt hátulról. Mi a helyzet, Leo? Jó. Nyalogatja a fakardot. Jó van. Nem tudom, miért szeretik amúgy, de mindegyik macska nagyon szereti nyalogatni a fakardokat. Amelyiknek van. nekem kiskoromból maradt nagyon rengeteg, tehát még fapuskánk is volt. Szia, Máté! Szia, Máté! Gyerekem, megtaláltam a nappoinját. Igen? Zoltánnak a helyesírását. Most Ösztén, hogy lehet úgy írni a partiát, hogy partia? Nem partia, vagy parti y-nál is kötél a, nem, partia. Amúgy ma beszélgettünk is velük partiba. Hát, érdekes. Elég jó móka volt. Zolika bazd meg, az egy kultúrlény. Az egy igazi kincs, már csak el kéne ás. Most Ricsi is az volt. Rohadt anyádat! Nem fogod te itten a pénzt összeszedni hamarabb, mint én. Lesz kedvetek majd BF5 ezen a World War 2-re? A BF5 nem mehetünk majd. Csak még utolérem egy kicsit Dominikot sztoriba. Én meg nem maradok most majd sokáig, mert nekem takarodó már van, csak még itt vagyok. Ja, jó. Igazság szerint nekem már fel kellett volna lőni a kibit. Ja, még gyakorlatra megint, nem? Persze, meg jövő héten is. Ja, nyári gyakorlat? Igen. Az a szerencsém, ezen túl vagyok, mert egyetemista vagyok, de középiskolában nekem is nem a gyomra meg. Nem akarsz cserélni? Nem, ide nem akarsz cserélni, sokkal rosszabb. Ugyanis itt fizetni tényleg? Kell, itt fizetni már kell. Már a műszakcéget kellett elrendeznem, szóval. Az rendben van, de nálam meg 200 ezeret fizetsz egy fél évért. Fél évért? Aha. Oké, ezzel meggyőztél. Hát... Hát figyelj, én őszintén havonta 20 ezeret keresek a nyáron a gyakorlatommal. Szóljatok majd, ha jöttök, addig át tudok Far Cry-hozni egy picikét. Jó. Oké. Ricsi, az meg oda kérte, segítsél a Far Cry-hoz ezerre. Ha bazd meg, akkor jöjjön át. Hát faszom, én nem fogok oda átmenni hozzá, mint egzoligált, hát leszívja az agyamat.
Már puszta elvett így. Le lehet neki magyarázni, hogy izé nem segítek neki angolba már, mert üzétem a tagom azon mindig csak engem kérdez. Stop. Na én az Olikába voltam, így kérdezd meg a Lacikát. Mi az Olit, azt egyből lemutoltam, amikor bejön. Zolika az mindig Red Dead-re fordítsd le ezt az update-et, fordítsd azt le. Zoli, mondom, van két szép szemed, bazd meg, meg Google fordítsd, már meguntam vége fele. What the fuck, ez mi volt? Hát szerencsére tőlem nem meri megkérdezni ezt az Zoli, mert tudja, hogy elküldöm a büdös picsába. Azt nem értem meg, hogy már annyiszor elküldtem a kurva anyjába, hogy mindenhol is röhög. Nem igen, az, mert jó, azt majd, mondja, hogy te sose gondolod komolyan. Nem a fasz, nem. Hát figyelj, meg szerintem az, úgy jó, hogy egy kanábiszban megölnél. 30-50 ilyen videót küld, hogy fordítsd le. Mea, meg küldi naponta a YouTube shortokat, bazd meg. Mert hogy a csajok. Gyerekek, egy olyan jó videót találtam TikTokon. A cosplayesek. Super Boost! Bam! Rainbow megvan mindenkinek így karakterügyileg. Igen. Kavi meg Ella. Mi van, hogy Kavi meg Ella-val? Van egy ilyen videó TikTokon, és le is mentettem a telefonomra. Itt táncolnak. De egy rendes, tehát cosplay-es csajok. Ja, hogy, ja, értem, most kapjuk meg a Máténak az élettörténetét, hogyan nyúlt essenek magához. De hülye vagy. Nem. Igazából amit érdekesnek találkozni, nem mentek. Hát elhiszem, hogy érdekesnek találtad. A lányokat, azokat mindig annak kell találni. Hát nem vagyunk buzik. Ja. Ricsinek mond. Oh. De hülye vagy. Hát a Dominik nekem nem ezt mondta. Hát jó, mondjuk. Most erre mit érdekesnek? Az kész, ennyi. De én sem mit élek el, Máté. Jaj, hehehe. De vicces. Amúgy, nem tudom, valamikor még régen megkérdezted, hogy live voltál már, és hogy nem volt benne a hang. Csak aztán, amikor mondani akartam a helpet, akkor utána kiléptél. Milyen helpet? A helpet, tehát hogy a segítséget, hogy amúgy valószínű miért nem hallanak. Szerintem nem vagyok, úgyhogy... Szia, Dominik! Ciao! Erre beálltad majd a hangmegosztás? Ez az itt van! A kobra! Nem, vagyis az alligátor harapás! Kivégeztük. Mostantól elhagyhatjuk a ringet. Viszont látásra. Nem tudom, szerintem nekem eddig, Erik, tudod mi tetszik Jacobnak a területében, a sztoriában? Az, hogy nagyon menő, hogy ez a kis altatódoboz így folyamatosan, és így elájulsz a picsába. Nem is altatom, de ilyen kis music box, ilyen tekerős cucc megy, és akkor ugye elájulsz a faszba, mert valami drogot beléd toltak, vagy valamilyen cuccot. És hány sztori van amúgy a izében? Az ötbe? Na, szóval akkor, most itt azt mondja nekünk a mesterünk itt haza fele indulva, hogy a tanuló felülmúlta a mesterét. Jó történet. Örülök, hogy visszahoztál egy kicsit. Vagy örülök, hogy egy kicsit visszatértem. Nekem eléggé erős, meg eléggé nehéz ellenfélnek tűntél. Vagy nem is azt mondja, mit mond, várjál. Seem like you fought pretty hard. Ja, hogy elég jól harcoltál, elég keményen harcoltál. Pontosan! És akkor meglepetés, és akkor valami ide van írva, valami... mi van ide írva? Kongra? Ja nem, Kongra van írva, akkor ez egy C akarna, nem egy S betű. Kongra. Na. Kongra?
Az nem tudom mit jelent. Gondolom vagy a gratulátok a rövidítése, vagy valami más. Ja, we practice from congrats, but Jeff and Morty called in sick. Ez a csávó, ez a kígyókkal beszél a sztoriba. Nem tudom, hogy a való életben, amikor még pankrátor volt, akkor még tényleg beszélt a kígyókkal, hát itt most beszél. És azt mondja, hogy mi a congratulation... Holod pársz a szájuk. Ja, valahogy úgy. És akkor a congratulationre gyúrtunk, tehát hogy a gratulációra gyúrtunk, de Jeff és Morty betegnek hívta. És akkor... You prove yourself ready for your last challenge before WWE Superstardom, a match against Evil Incarnate the Beast. És akkor azt mondja, hogy... Azt mondja, hogy megfeleltél az utolsó kihíváson, mielőtt még a WWE elkezded a szuper karrieredet a WWE-ben, és hogy megküzdöttél a gonosz reinkarnációjával, a szörnyel. Get ready for trip to Suplexity! Rick, can you hear me? És azt mondja, hogy készülj fel arra, hogy elmenj Suplexity-be! És akkor ez a sztori. Az meg, mert... Most mi repülővel nem lehet felfedezni a helyeket? Most azért fölött repülőt, ahol a fegyők várnak 10 méter, és nem fedezi fel. Na, akkor most menjünk rá a mellékküldetésekre, aztán a... Akkor azért a Suplex City-t emlegette itt a játék, mert Brock Lesnar a következő ellenfelünk. Hát hajrá! Gauntlet. Most egy Gauntlet meccs a következő, hát leessünk neki igazából, ne hozzuk az időt. Hát természetesen igen, vele leszünk. Billy Huggins-el leszünk. A Gauntlet meccsen. Miszó Leo? Hogy vagy? Hogy vagy? Mi van? Na mi van, cica? Mi van? Hallom, ahogy darabolszik. Hallom, ahogy darabolszik. Élvezed, ugye? Élvezed, ugye? Amikor masztírozom a hátad így. Ügy. Okos. Jó cica vagy, okos vagy. Na, kezdesz csubakkásodni, haver. Kezdesz csubakkásodni. Azt a kurva, csubakkásodni. Hát, nekem perzsa macskám van, amikor teljesen, ja. Teljesen kiteljesedik a szőre, akkor esküszön csak be kéne festeni barnára, amúgy bélszínű. És tényleg ilyen csubakka, tehát ilyen medve lesz a bundájából. Tehát, hogy... South Parkból ismered a Csubakka védelmet? Nem. Abban volt egy sztárügyvéd, akinek az volt a fő specialitása, hogy Csubakka védelem, ami abból állt, hogy fogott, lehúzott egy ilyen előadó vásznat, ami Csubakka volt rajta, és azt mondja, hogy ez itt Csubakka. És hogy a nem tudom milyen bolygóról van. Bam! 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 És most jöhet a submission. A haverom meg újra ringbe száll. De jó.
kettősről ugye. Mert ő meg izé Magyarországon egy pankrátor. Igen? Na, menne. Ja. Pont akkor nem tudta elmenni az edzésre, amikor lett volna időm. És lett volna akkor nem tudtam elmenni, nem volt. Akkor lenne idő, akkor nem tudtam. Akkor már volt nála. Mondja, az meg úgy az edzőjével edzettek. Úgy főt, hogy baszta a Pepét, bazd meg, mint az állat. Csattant egy nevét, az fökelt. Persze. Mindenki mindig szidja, hogy ah, ez komolyt, ez... Arra látom, hogy tetteti, tetteti. Nézd meg, kitört a nyaka, hát ez tuti tetteti. Hát hogy törne már ki a nyaka? Igazából... Aztán pedig dehogy nem. Forgatókönyves. De a fájdalom az igazi, tehát egy-két olyan izényre. Mert jó, az persze tehát megtanáljuk. Az rendben van, fél, az rendben van, az tény, azt felfogom, hogy... az ütéseken persze látszik, hogy az kamú, tehát az igazából megsérítik egymást. De amikor tényleg az van, hogy ott van, és neki dobja a falnak, meg az van, hogy megcsinálja rajta a kivégzést, vagy a signature-ét a csávó, akkor azért ott esnek kellnek, és nem is ritka az, hogy mondjuk lesérülnek pár hétre, meg kificamodnak. Tényleg az van, hogy törésük van, vagy valami. Bármi balusülhet el, baleset van? Igen. Hát figyelj, volt egy kedvenc pankrátorom, a Maverick. Az baszki, nem tudom melyik gálán belebozták izébe. Karácsonyi díszbe. Meg a Madden-nek, ugye a Maverick Dice Duo-nak van egy olyan signature movie, aminek az a neve, hogy Good Night, tehát jó éjszakát. Beáll az egyik... csapattag a srác mögé, aki így áll, másik oda elé, és egy ilyen, hogy is mondjam, fut, ugrik, és így bam, kirúgja az izéből. Ugye a másik gyerek beelesik, ez kiesik a ringből. Ez kurva szép az, hogy kérdezik. What the fuck, ez micsoda? Ó, oh, ez nagyon durva, nézett ki. Na jó, ebből elég volt, fiú. Itt a kivégzés, a krokodil harapás! Bum! Földre! Egy! Kettő! Három! Első ellenfél megvan. Jó, hogy ez így gyorsba jön? Tehát, hogy szarok bele? Nem az, hogy bejön a Sun Hello, hanem... Anyád. Azt a kurva, mennyi haja van a csávónak. Csá! Szia! Akkor visszajöttél az állat a tetejésből. Nem tudod, hogy a faszomba lehet felfedezni a Far Cry-ban a mapot? Mert repülővel, amikor alacsonyan repültem, nem ment. De ez éppen az, hogy hozzá kell többször érni a földhöz, hogy izé felfedezze ott. De kurva. Én inkább azt javaslom, hogy kocsi. Ja, akkor majd kocsikázom, de a Wolf Beacon-en miatt. Ja, azokat meg lehet találni könnyedén. Azt repülővel is könnyedén ki lehet szúrni, főleg azt, hogy hangot is adnak ki. It's over, it's over! Meg az csak easy, nek a zónájába lehet. Mi a faszt kaptam a repülőt? Fuck. Egyébként hey, Máté, van kedves Sepplébe izélni? Kipróbálni velem a izét? Hát, gondolod te izét a Black Ops 4-et. Okay. Meg leizeltem, tehát lement a Krampusztárba, de nem... Ott a krokodil talp! Gyerünk! Ó, a büdös kukarnyát új vikibit. Tú! És még mindig kettő. Van mától. Ott a szuplex! Én megcsináltam a rétét már ma.
Három a nem ütőd meg. Illad a teammateidet. Spotolj ki 30 elemét. Vegyél fel 15 embert, hogy revivaljanak. Elintézem én Gerinsztörőjel. Egy enemy headshot. Livekben elölj meg valakit. Oh. És egyébként skivédé? Ha megcsinálom tehát itt az összeset. No. Hát jó pár kimenetel közül. Amíg megcsinálom a fősőket, az alsókat már nem tudom. Ujjj, ott a újabb krokodil harapás. És egy, kettő, három, millivetőn egy valamivel el kell ütnöm valakit. Egy explózívval kell kinyírnom valakit, meg egy elemét 100 méterrel. Itt a final challenge. 3, 5, 7, 8, 9, 3, 5, az alsón csak 200 kapok, de viszont a vége fele akkor inkább a fősőt kéne nagyon csinálnom. Több coint ad. Szott a suplex. A felsőket csináltam meg. Hát ja, azért. Azokban egyszerűbbek voltak. Megkapok... Várjál, hát ja, ugyanannyi XP-t kapok. Mindegy, de viszont a főső és több company coin. Neee! Ott a counter. This should be good. Oh yes, it's definitely good. Oh, I've never seen anything like that. Submissions speak out. Na várjál, nézzünk egy kontrollt. Mi a speak out? Szóval van. Ah. Van pénzem, kéne vennem egy-két fegyvert. Van 43.000 company coinom. Meg upgrade-el is kéne egy-két. Submission speed out. Elbrok szerintem ügyelni. Megittem 2 liter vizet. Kezdjük. X-supporttal. Eric supporthoz milyen izét ajánlasz? LMG-t. Milyen LMG-t? Nem is LMG-t, hanem mi volt? Nem az hatóhely, mert hát, hasonlóan az M1919A6-os valami olyan kaliberből. Nem! MMG-t, ja. Az a M1922, azt hiszem. Aminek én rohadt sok lőszere van. 153-300-ból. Igen, de az jó darált. Jó gyorsan izé, nem tudod rá. Nem tudom, még azért néztem a Type 90-ben. Ez valami a szar. De én amit mondtam, az MMG-szok, ezt muszáj lehet támasztani. Ha LMG-t kérdezze, akkor Louis Gun, vagy a izé bar. Ott van. Ja, azok meg záróban vannak. Azért mondta a bar, mert az meg izé, megvehető. 2... 3! És nem jó az utolsó genyó. Basszus! Ez nem jó. Hagyd békén az. Teradék. Dropkick! Sniper egyből milyen legyen. Őszintén megmond a bolt action kell, mert az a tudsz egy fejlövés. Meg nőbb távolság. Jöhet a Thunderhammer!
Nem tudom. Mert amit szín nélkül szerezhetnénk meg még az a rossz vagy a K30-es, szerintem egyik se kellene. Sőt a combo punch. Meg lesz csak ki a Power 98. Ez az? Most milyen? Perform a counter. De ezt csak úgy tudom. Addig meg most ariszakázok, hogy enfield ezek. Arisaka. A lényegfield az meg mindig mindenleg. Egy, hát kar 98k-t az eléggé nehezen fogod akkor megszerezni, nem szoktál annyi sniperezni. Ha figyelj, most rászok. Meg kell tanulni minden kasztal játszani. A sima asszaút, hogy mi a faszt vegyek. És ott a boost. Na jó, le tudjuk fektetni? Egy. Nagy... Kettő... És megvan! Nem 1900... Ne nyertek a meccset! Nem semmi. Kurva anyját, nem tudom, itt fura nekem, mert van izé, Riberals, de a Nambu Type 2-t azt nagyon hiányolnám. Na, akkor nézzük, itt most van egy ilyen megint mellék-mellékvágány, ahol egy ilyen néger csávóval kell megküzdeni. Akit hogy úgy hívnak, hogy egy Bobby Lashley, azt sem tudom ki, de 87-es, szóval vigyázni kell vele. Okay. Jó, megvettem az M1941 Johnson-t. Na várj, ti már Battlefield-ot öztök? Nem, én csak állítgatok be egyelőre, meg mindjárt még úgy állni, mert... Na, elkezdtem beállítani, tudod, egy-két fegyvert mondom, veszek, mert jó, ugye nem láttam mennyi pénzem van. Az összejöttek. Most én is gyúrok arra, hogy a doktornak tudjak venni valami normálisabb fegyvert. Olyan P40-et használok. Egyelőre én is, de van annál jobb. Hát van a trombocsinom, még a Commando Carbine-om, a Type 100-om, MP40, meg a Grizzgan, ezeket tudom használni. Én... Nem tudom. Meddig én most azon gondolkodom, hogy trombocsinó. Vagy... Az kurva jó. Kérlek szépen, ne egyszerre beszéljetek. Akkor mit kérdeztél, Máté? Medichez valami SMG-t tudsz ajánlani? Nagyobb távolságra, vagy kisebb távolságra? Hát, inkább kisebbre, mert nem sniperezünk a Medichez. Akkor szóval mi meg még a... A2 vagy 2A? Ez komoly? Ez én csak tudod gyorsan padarálja a jelenséget. Meg egyébként, ha mindkettőt felupgrade-ol, akkor mindkettő 50-es lőszerrel lehet. Te spammer köcsög. Na most megkapod a Thunderhammer-t. Ajjajjaj. Na ne, krokodilok mondom. De már megint ugyanaz a mozdulat, bazd meg! Na várj, most megkapott te rohadék! Na, hogy ízlik, amikor téged esz meg a krokodil? Egy pár perc is itt vagyok.
What a combination! What the heck was that? Well, here we go. I think he wants to end this thing right now! Oh no! The jaws of the crocodile have clamped down! Bobby Lashley with a delayed vertical suplex! Looks like trouble! No, it's not! After a momentary respite, yeah, he's getting ready! He wants to fight! Oh yeah, come on! Let me see some of that footwork! Ah, look at that! Nem tudom amúgy, már megint bebuggolt a játék, vagy valami, mert régóta ringben van a gyerek, de azért számolja rá a tizet. Na nem baj, legalább megvan. És elértem a 17-es szintet. Ami miatt egy újabb... most már 1500-at kapok. Király, nagyon jó. És megjött a kedvem, lehet, hogy fogom magam, aztán olvasok nektek egy fejezetet ebből a nagyon jó kis szakkönyvből, amiben az ember mindenhogy csak hazudhat. Még két meccs, és igazából meg is vagyok. Na. Billy Huggins, újra, ugye? Oh yeah! Dun. Billy Huggins megérkezett, hölgyeim és uraim! A lektorok királya! Ó, oh, yeah! Ó, oh, igen! Ez az! Itt tovább, Billy! Ah, tényleg ez a zenéje ennek a csávónak, el is felejtettem. Jake the Snake Roberts! Utána neki van az egyik legnormálisabb feje a játékban. Van. Go! Igen? Fám a counter, de azt leszel. What a combination! Oh my goodness! Turns the tables! Yep, there's a counter, Moro. And now what? Oh, on sky high! Are you kidding me? Ow. Ow. Na, ott van. Counter.
Looks like yes to the top turnbuckle. Mondom. Thunderhammer. Nazir. Nem mondod, ordítani kéne. Kettő. Három. És itt a kivégzés, a krokodil harapás! Bum! Ennyi. Vége. Egy. Kettő. Három. Jó, nehezen sikerült. Akkor most már mehetek a sztorira? Ó, kaptam! New power up unlocked. Jop, jop. Utolsó küldi. Story jön most akkor. Késik! Paul azt mondta, hogy itt lesz. Hogy itt lesz? Az egy aligátor? Az túlságosan nagy, hogy aligátor legyen. Valaki megfizet. Calm the fuck down. Melyik az a rohadék, aki ezt a helyet adta nekem? Hogy kerültél ide? Nem félek az aligátoroktól. Olyanok, mint a... Majdnem olyanok, mint a kezdők, vagy a kopaszok. Hát akkor... Hát, látszik, hogy a szörnyű az a ruházata. Mondta valaki. Szörnyű, vagy szörnyű ruházata, úgy néz ki. Brock Lesnar ellen kell harcolni, hát egy 95-ös. Ez eléggé nehéz dolog. Okay. Super combo moves, you combo and special moves will inflict more damage and usual for limited time. Ez jól fog jönni. Ez mit ad? Damage will inflict by using weapon increase for a limited time. Ez megmaradt az, ami maradt. Jó. Na ne így szívogass fel a napi adagodat. Ha ha ha. Hát csak nem hallok mást, hogy... Geci. Tudod, ups, az nem ide. Ups, az az aranyérkenő csöbb volt. Na nem baj. Bírom, van egy ilyen videó, a faszi, az ilyen zacskos leves reklám volt. A faszi, az így megfogja a zacskós leves, kibassza az asztalra, rábasz egyet tenyérjellel, így kiduranik a zacskó, kiveszi belőle a izét, a leves tésztának ezt a porját, összívja, tésztát az berakja a szájába, önt hozzá forró vizet a vízforrólóban, megrágja, és befereg a picsába. Azt a... Egészségére. És Brock Lesnar az arénában van! Tüm 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 tüm. Hát nézzük! Hát tudjuk-e intézni őt? Aaa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 
meghallgattad a videót? Da! Köszi! Throw after Irish Whip, ezt meg kell tanulnom a játékban. Mi a fasz, Dead by Daylight-ban van ilyen nyuszi fejű, vagy nyuszi maszkos valaki?
The Huntress. Aha, igen. A Huntress. Huntress, ő ilyen baltákat dobálgat. Az az egy specialje. Ez what a fa? Ő távolsági a képessége, de már egyre több karakternek az. És van még új gyilkosnak is az volt. Már nyomott is egy kivédést. A rohadék. Ne, elrontottam. De mi az, hogy már megint a krokodiloknak dobsz, geci? Mi a, te meg ezt fogod spammelni? Ott van a boost! Feküdjünk rá! Van! Egyből kijött. Ez az. Beosztod a kedvenc fegyveremet, Petya! Szétverlek vele! És tudod mit? Kapsz még egy gyönyéget. Ki az a Petya? Mi az a kedvenc fegyvered? Egy kalapács. Nem lőfegyver elég, sajnálom. Itt a pankrációban gondoltam, nincs olyan. Gondoltam, hogy pankrációban nincs. Én meg azt nem értem, hogy miért laggol ez a menet. És ugyanazt bekapod, amit én kaptam be tőled. És Brock Lesnar csinálja a German suplexet. Ott a counter. Hello, az nem volt counter? Hm. És újabb boost. Egy. Kettő. És kiugrik. Na. Van. Ki fogom végezni akkor is Brock Lesnart. Ajajajaj. Brock Lesnar feldob a levegőbe. Ó. Oh. Hárítás. Egy. Kettő. Három. És erre már megint oda dob a krokodilloknak azt a... Ki gondolta volna? Gyere csak ide! Remélem, ez most remélem megtalálom, hogy útkor akartam mutatni. És ott a kivégzés, a krokodil harapás! Bum! Vége van! Egy! Kettő! Vége van mindennek! Három! Brock Lesnart elintézte Billy a meghágó Higgins! Billy the buttfucker rednek! Vágod, nem megváltom, meghágó! Ez már meghágó! Ugye? Meghágó, Higgins!
Na nézzük, mi a történet vége Billy Higgins számára. Gondolom, hogy végén is lesz egy képregény rész. Igen. Szokásos stílusra Brock Lesnarnak. Csak szerencsés voltál. Máshogy alakultak volna a dolgok, hogyha én nyerek, vagy nem tudom. You did it, Billy. You are going to WrestleMania. Megcsináltad, Billy, mész a WrestleMania-ra, ugye Pankrációba. Amerikában az a legnagyobb rendezvény. Azért... meg a SummerSlam. For real, tényleg? Oda megyek? És akkor örül neki, megöleli ezért Stone Coldot, és azt mondja erre Stone Coldot, hogy ne, oh, my heart, hátam. És akkor ember, nagyon sajnálom, nem úgy gondoltam. És akkor azt mondja, hogy rendben van, csak legyél ott a WrestleMania-i. Vagy a... Csak ne gyúrjál le a WrestleMania-n, azt mondja. Nem fogom, Mr. Cold, mondja a csávó. És akkor ez volt a... sztori. Új ringet kaptunk, a krokodilos ringet. Welcome to the Sunshine. Megkaptuk ezt az achievementet. És akkor most jön majd... Mexikó! Hola! Cha-cha-cha! Ha! Ja nem, az spanyol, bocsánat. Itt jobb a zene is, jobban tetszik. Meddig tart a mexikói rész? Azt mondja, hogy sztori. Egy főmeccs, két főmeccs, három főmeccs, négy főmeccs, öt főmeccs. Öt főmeccs, tehát... Viszont van kettő mellék ág. Most halt meg a Robert Downey Jr.-nak az apja. Jézus. Igen. Ez egy Royal Rumble meccs, na király. És utána meg a bootcamp jön. Majd. Később. Gauntlet. Egyet fene, csak nézzük meg a sztorit, hogy vagy nem tudom gyerekek, nem tudom mi legyen. Most nézzük már most meg, hogy mi lesz a következő superstar. Vagy inkább legközelebb, vagyis holnap. De inkább hagyja legközelebbre. Ezt miért mondod, Erik? Mert akkor cliffhangeren hagyod így legalább. Van benne valami. Na, még egy kicsit fejlesztünk a karakteremen, azt mondtam, megyek át BF-re. Úgyhogy drága nézőim, nektek már így sajnos ennyivel tudtam lehozni a dolgokat. Remélem azért tetszett. Én továbbra is Reggio Spillerman voltam. Sziasztok!